gondolattól fogva mindig is azt hittem, hogy a megváltás vallási fogalom. Minden templomba járó ember tudja, hogy Jézus a megváltó. Úgy gondoltam, hogy a megváltás a vallás, hogy az egyház által lehetséges. Sokan úgy képzelik el, hogy a megváltás egy ösvény, melyen járva reményeink szerint jó helyre jutunk. De hogy személyes megváltom legyen. Hogy Isten megmentsen nekem személyesen. Hogyan lehetséges ez? Mikor Mária és József a gyermek Jézust a templomba vitték, egy Simeon nevű idős férfi karjába vette a gyermeket, és így szólt. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéled szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. Az üdvösség tehát nem csupán egy vallásos gondolat, vagy egy menny felé vezető ösvény. Az üdvösség nem vallásos cselekedetek eredménye. Az üdvösség egy személy. Jézus neve azt jelenti, Isten a szabadítás. Mások úgy nevezték Immanuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Maga Isten az üdvösség, emberré lett. Én értem, és te érted. Isten kijelentette Ézsaiás proféta által, én vagyok az Úr, a te Istened, a te megtartód. Jobb így nevezte őt, az én megváltom. Dávid király azt mondta, az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Pajzsom nékem ő, idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam, az én üdvözítő. Ézsaiás könyvében a megváltottak így kiáltanak. Te Uram vagy a mi atyánk, a mi Istenünk, megváltunk. Isten személyes megváltót adott.